Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most látható műsor kulturális sokkot és utazási rohamokat okozhat, ezért megtekintését minden korosztálynak ajánljuk. Sziasztok, hatalmas nagy szeretettel köszöntelek benneteket. 2023. július 7-e van, és este 7:30. A nap megy le, bár még egy órát világos lesz. Sátort bontottam Létavértes határában, gyakorlatilag szó szerint ott kint megy az országút, ez egy gyönyörű, szép fenyőerdő. A magyar-román határ ebbe az irányba van körülbelül egy 6-7 kilométerre, és reggel 6-kor nyit. Csak az a helyzet, hogy Romániában egy óra időeltolódás van, tehát mire átérek a határon, az már azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Illetve még a mai nap volt egy hideg front esővel, zivatarral, viharral, úgyhogy ezért is vártam ezt meg. Az idei célom az a Párcium, illetve Erdély, ezeken belül az Erdély-szigethegységnek a részhegység része, illetve a keleti része, Szilágyság, aztán majd Szászföld, onnan le a déli Kárpátok, és onnan fogok Marosvásárhely és Kolozsvár környékéig visszajönni. Eddig van megtervezve az utam, onnan pedig majd improvizálok, ahogy alakul. Nagyon sok mindennel készültem nektek, történelemmel, földrajzzal, városokkal, ugyanis nagyon sok városba be fogunk menni. Bingát lefektetem ide oldalra magam mellé, hadd pihenjen egy kicsit ő is. Mindjárt jön a kajna, mindjárt... mindjárt... Mi van? Mindjárt jön a hajnali kávéfőzés, és indulunk. Sziasztok! Nos, reggeli meg volt, kávé meg volt, a tábornak szokásosan hűlt helye. Kényesen ügyeltem arra, hogy szemetet, semmi ilyesmit ne hagyjak magam után. A nap már éppen kibukott ott a fák mögött. Nagyon-nagyon nyugodt és csendes éjszakán volt. Összepakoltam, úgyhogy irány az országút és irány a határ. Így tökéletesen a nappal szembe elhagyom Létavértest, ami egyébként azt gondoltak, hogy valami kis falu, de 5,3 km hosszú. És még azt is gondolnátok, hogy semmi élet nincs egy ilyen helyen szombat reggel 6:30-kor. Hát elmondom, hogy sokkal nagyobb jövésmenés volt, mint nálunk ott az Úri negyedbe, ahol az úri asszonyok még javába asszanak ilyenkor. Ez a Létavértesi határátkelő a Székely hídra lehet eljutni. Ez egy kis határ, ami azt jelenti, hogy nem 0-24-ben van nyitva, hanem reggel 6-tól este 10-ig. Szóval, hogyha erre vetődik a kedves néző, akkor ezt érdemes figyelembe venni, mert elzavarnak a fenébe. Mellettem van kerékpárút, ami igazából olyasmi, mintha a teherautóból csorgott volna az aszfalt, és úgy megszáradt volna. Most kapásból 4-5 autó beállt elém. 20 perc alatt sikerült átjutni a határon. Úgyhogy irány Székely híd.
nem egy órával, hanem másféllel lett később, mindjárt 8:30 van. Hát ez elég bukós így, pedig hát jó reggel keltem, jó korán keltem föl, de ez itt mindig ilyen nagyon nyögvenyelősen lassan megy, cuccomba bele se néztek, mondjuk a szerencse, mert találtak volna egy-két dolgot, aminek nem örülnek, én meg pláne nem örültem volna, megtalálják, de arról majd kicsit később. Illetve film szempontjából is ez egy kevésbé látványos rész, bár azért így élőbe lehet élvezni itt a búzavirágok közti tekerést, itt a réteken, mezőkön, szántóföldeken, de az igazi látványos rész az majd a részhegység lesz, illetve ami utána jön. Ki autóval jön erre, és nem volt még itt Romániában, az tudjon róla, hogy itt útdíjat kell vásárolni, és nem az autópályára, hanem ezekre a közutakra. Ami annyit jelent, hogy vannak ilyen kis bódék, ki van írva, tábla, ez a vinyette, de ilyen lehetetlen házakban, hogy nem is gondolnád, hogy ott lehet kapni, de lehet kapni. És azt mondom konkrétan, tehát most 23. július 8-a van, 15 lejbe kerül egy 7 napos. Itt lehet kapni egy ilyen kis helyen, de mondjuk a határnál is, a kis határnál nincs, a nagy határnál lehet kapni ott az átkelés után. Ezt célszerű megvenni, mert hogyha igazoltatnak, akkor ezt fogják kérni, és kegyetlenül megbüntetnek, ha nem lesz nálad. Székelyhídon megállok egyet szusszanni, és megyek tovább. Székelyhíd belsejében, központjában kezdődik az első kaptató. Ez itt egy kastély, Stubenberg kastély, itt szemben a monostorral. Hát ez kb. Egy ilyen 7%. Szilágy nagyfaluban lesz a mai napnak a vége, és ezzel kapcsolatban lesz egy meglepetésem, ugyanis most nem sátorozni fogok, ha minden igaz, hanem egy nagyon-nagyon kedves nézőm ajánlotta föl, hogy vendégül lát. Úgyhogy a mai nap nem lesz olyan hosszú, körülbelül egy 80 kilométer, de mielőtt a szívetekhez kaptok, azért lesz benne hegymászás bőven. Mutatom a kolostort. Egy picit megszuszogtatja az embert az emelkedő, de annyira nem gáz. Boltba bevásároltam egy kis reggelit, mert azt tudom, hogy itt Margitáig már nem lesz semmi. A Parcium a történelmi Erdélynek nem része, attól egy különálló terület volt. Erdélyhez, illetve Magyarországhoz, illetve a Habsburg birodalomhoz tartozott, attól függően, hogy az erőviszonyok kinek voltak az erősebbek. Máramaros, a Szilágy megye, Szatmár, Bihar és Arad megye tartozik ide, és az 1570-ben létrejött Speyeri szerződés értelmében János Zsigmond és a Habsburgok között volt erről egy megállapodás, hogyha kihal a fejedelmi dinasztia, akkor a Habsburgokhoz kerül. Nagyon-nagyon sok híres ember származik innen, csak hogy egy párat megemlítsek, Ady Endre Érmincentről, Arany János Nagyszalontáról, aztán Bakócz Tamás, esztergomi esek Erdődről, Bartók Béla Nagyszent Miklósról, Dzsida Jenő Szatmár Németiből, Irinyi János a gyufa feltalálója, aztán Irinyi József, aki pedig a márciusi ifjak egyike volt, és a 12 pontot megszerkesztette. Ezen a részen született Jábor Pál is, illetve Kafka Margit, aztán akit mindannyian ismerünk, Kazinczy Ferenc érsemjében, illetve Károli Gáspár Nagy Károlyban, aki a Vizsói Bibliát fordította. Kölcsei Ferencet is ismerjük, ő Sző-Demeteri, Nagy Sándor József, a nagyváradi születésű szabadságharcos, Németh László író, Pázmány Péter, esztergomi érsek, illetve Szigligeti Ede, akiről Nagyváradon színház is van elnevezve. Nagyon fontos még megemlíteni magát Tóth Árpádot, aki szintén aradi születésű volt. A történelmi áttekintés után mutatom, hogy nem csak Dallasban vannak olajfúró tornyok, hanem itt is. Hát, ami látszik belőled, az előbb a vágóképekből lehetett látni. Hegyek már nagyon-nagyon jól körvonalazódnak hátul, és az is látszik, hogy nem olyan kicsik.
Ez pedig már itt Margita, itt a körforgónál. Most megyek egyenesen Tusnád felé, kicsit megnézzük a belvárost. Ez lesz a 10 órai. Ez ilyen édes túrós tészta, ilyen leveles tészta. És akkor van sós, meg édes túrós változatba, meg almásba, meggyesbe. És akkor, amint a két tenyerem együtt, és darabja 4,5 lej, de már ezt alig bírom megenni. Úgyhogy hát találtam itt egy parot benzinkútnál, itt árnyék van. Nagyon nagy szél van, azt nem mondtam, hogy végig ellenszelem volt eddig. Jöttem 45 kilométert reggel óta. Elhagyom a 19-es főutat, itt ez egy nagyon-nagyon rossz rész volt. És mutatom azoknak a nézőknek, akik még nem láttak ilyen tekerő sorompót, itt még az van. Ez viszonylag ez egy kis forgalmú út lesz. És ez már be fog majd menni a hegyek közé. Persze még nem most, és szerencsémre jó irányba álltam, tehát most az eddigi egész napi szembeszélből lett egy ilyen hátszél, oldal hátszél, ez már be fog fújni majd most a hegyek közé. Elhagyom a 191-es utat itt Tóti irányába, illetve Papfalva felé. És akkor már ki is van írva egy nagy célpontom, a Pádóéra Negra, az a fekete erdő. Pár szó az erdélyi középhegységről, vagy más nevén az erdélyi szigethegységről. Amit most láttok, ott velem szemben ezeket a dombokat, de főleg itt egy picit bal felé azok már komolyabb hegyek. Az erdélyi szigethegység az a történelmi Erdélynek a nyugati határa. Ez több nagy hegységből tevődik össze. Én a legyásza, az a vigyázó hegység, vagy más néven hívják kalotai havasoknak is, ezt a részét fogom keresztül tekerni. A mai program, amit látszik a fák közt, és az előbb említettem, ez nem más, mint a részhegység. A történelmi Erdély területét nem a Királyhágón keresztül fogom elérni, hanem egy picit utána Bánfi Hunyadnál, ott lesznek a cifra paloták, addig itt kóvágok a szilágyságba. Itt errefelé nagyon-nagyon nehéz úgy filmezni, hogy ne legyen benne valami vezeték vagy kábel. Itt híresen magas művészet a villanyvezetékek elvezetése, éppen ahogy jön. Formámat is úgy időzítettem, hogy eleinte még keveseket megyek, viszonylag kevesebb szinten, de azért ma is lesz szerintem vagy 5-600 méter simán, de fokozatosan fogom növelni a távot is, meg a szintemelkedéseket is. Itt elég gyakran lehet találkozni a kommunizmus maradványaival, mint a nálunk nem. Nagyon sok helyen díszítik a házakat, meg az autókat az esküvőre. Nem tudom, nálunk lehet, hogy szokás, de itt sokat láttam, hogy nagyon ki van piperézve. Itt is, hogy mennek, nagy esküvő lesz itt a környéken. Az egyik házat láttam, csak nem tudtam lefilmezni. Hát gyerekek, teljesen kihalt az egész. Jó napot kívánok! Teljesen kihalt, kegyetlen meleg van, és lassan, napot kívánok, elérem a hegyeknek a lábát, következnek az emelkedők, azért nem is kicsi emelkedők lesznek. Bementem a virágboltba vízért, ott van vele szembe a bolt, csak hát ugye az a baj, hogy így, ez a elég nagy bolt, hogy nem merem kint tenni a bringát, mondjuk a kutya nem volt sehol. De ilyen opcióval olyan boltokat tudok preferálni, ahol be tudom látni a felszerelést.
Elértem végre a 108-as út leágazását, ugyanis ez fog vezetni föl, nyilván jönnek, bocsi, hogy Fekete erdőbe. Mindjárt kibukkan a fák mögül a Vojvozi, vagyis az almaszegi monostor. Ez egy nagyon érdekes hely, ott laknak a 105-esek benne, illetve nem a magában a monostor, hanem mögötte van ott ilyen kollégium, és akkor abba. És akkor onnantól számít a bejárata, ott látszik is a völgy. Hogy onnan már nem kicsit, hanem szinte azonnal árnyékba fog borulni az út. Tükörminőségű aszfalt van Debrecentől 105 kilométerre. Fantasztikus út, teljesen elhagyatott folyóvölgybe megy, és a Fekete-erdőn keresztül fel a részegység gerincéig. Ez egy jó ilyen 15 kilométer körülbelül fölfelé. Feljöttem ide a kolostorhoz, onnan arról az útról, egy ilyen feljárat, de ki van téve a bejáratnál, hogy mindent is tilos, főleg kitaláltjátok fotózni, videózni, de azért itt sunyiba lefotózzuk, ma azért suttogok meg, ne hallják. Mondjuk lehet be van kamerázva, azt látszik, de brutális, és van egy ilyen régebbi templom része, mindjárt felsétálok, azt legfeljebb elzavarnak. Meg van itt fent neki egy ilyen fa része. És le is van zárva, bocsi. Akkor oda nem megyünk, csak bekukkantunk. Tele van ilyen nagy ikonokkal. És akkor ott hátul az egy nagyon régi, egy több száz éves fa templom. Íme itt a régi. Ez egész picike. És akkor innen fentebbről talán jobban látszik a nagy. És lehet fölmászni a harangtoronyhoz. És ott van a feljárónál, ott még régen ilyen fatáblákat ütögettek, azzal adtak jelzéseket. Annyira nem értek hozzá, de mikor talán még nem mindenhol volt harang. Megmutatom, Sunyiba itt laknak. Ezek az, ez a kollégium. Az almaszegi kolostor után szinte centiméterekre megváltozik a táj, és ez pedig már maga a részegység. Fekete erdő, az a Spádóera Negra felé tartok. Ez egy zarándokhely is egyben, illetve üveggyár volt itt az 1890-es évek végén volt alapítva, aztán 1990-ben tönkrement, azóta egyre csak épül lefelé. És állítólag van itt egy ilyen szénsavas forrás, illetve itt is lesz két templom, ezek közül lesz egy szintén egy több száz éves. És akkor itt lesznek benne kőfejtők, ez most pont kapóra is jött, ahogy kimondtam, meg is mutatta magát, hát azért ezek már itt nem olyan kis helyek. Picit hasonlít a Bükkre, annyi nagy különbség van közt, hogy itt az égvilágon nem jön senki. A völgy azonnal beszurdokosodik, és most voltak esők, azért elég nagy vizek vannak. És a folyó, amit talán, vagy a patakocska, amit hallottok itt csörgedezni, az a Bisztra folyó, és ennek a völgyében van ez az egész út, és a Fekete-erdő is maga. Hát egy átlag 2-4% közt változik, egyáltalán nem egy vészes
még így csomaggal se. És egyből kellemes idő lett, egyből 25 fok van, 31-ből. Nagyon jó az út, és nagyon kellemes itt tekerni. Megálltam, találtam egy újabb vízesést, de picit meredekebb, meg bővízűbb. És itt az út alatt átfolyik, és ott van egy egész ilyen jó kis dúzzasz tó, de csak egyszer mondom dúzzasz tó. Találtam egy ilyen lejárót a folyóhoz, úgyhogy megnézem, milyen a vize. Azt a mindenit, jéghideg, azt a jó sebes sodrása van, igazi jéghideg víz. Hát annyira nem kristálytiszta, hanem nagy esők voltak itt tegnap, mondom, egy kicsit fel van kavarodva. És akkor 2:05 is értem Fekete-erdőt. Közben itt a folyó egész széles, picit lenyugodott. Itt egy picit körülnézünk. Egyébként itt támadott meg a kutya annak idején. Kíváncsi leszek, hogy lesz nekem most. Azért most készültem. Az itt szembe a kanyarba a régi üveggyárnak az épülete. Tulajdonképpen két részre oszlik ez a település, az alsó része. Meg van neki egy felső, ez egy picit modernebb. Itt sajnos ez az alja, ez itt nagyon le van pusztulva. Ez itt az újabb részét vannak a bérházak. Van ABC. Ó, és még nyitva van, lehet, hogy ide vissza fogok jönni. És nekem az István valami kék ponyvás valamit magyarázott, és hát én azt mondom, lehet, hogy elhagytam, de tömbházakról beszélt, és valami kék ponyvás valami, de hát lehet, még én olyan hülye vagyok, hogy elhagytam már. Meg van itt egy zicsi kastély, és abban is van egy 400 éves fatemplomrom, de hát pedig nem először itt, és képtelen vagyok megtalálni. Megálltam itt egy boltnál, találtam jégkrémet, megvettem egy vizet, mert nem a forrás, nem merem meginni. Nagyon jól esett az az ötlejes jégkrém, ezen kb. Olyan két gömbfagyinak felelt meg, és már higgyétek el, hogy egy fél éve gyűjtöm a gondolataimat a témával kapcsolatban, de szerintem azt még nem mondtam, azt az okot, hogy miért is jöttem még erre, azon kívül, hogy anyagilag sokkal gazdaságosabb, mint bármelyik nyugat-európai ország. Azért, mert én úgy gondolom, hogy ilyen autentikusabb formájában már nem sokáig lehet látni. Az úthálózat nagyon fejlődik, az infrastruktúra, mármint az épületek, az idegenforgalom nagyon fejlődik, hogy látjátok a rengeteg építkezést. Az 5 éve azért még ennyire nem volt ki pattintva, most értsük helyén a dolgokat. Úgyhogy ők is rá fognak kapni erre a turistaiparra, és akkor már ez is olyan lesz majd, mint az összes többi nyugat-európai ország, mert látványba egyáltalán nem marad el mögötte egy kicsit sem. Mondom ezt így, hogy ilyen helyeket a magyar határtól olyan 70 kilométerre már lehet találni. Ezbe kértem a Fekete-erdőből, és egy 7,5 kilométeres emelkedő következik. És akkor itt van egy nagyon jó piknikhely, ez lett volna egy táborhely ötletem, mint látjátok is. Szinte borítékolni lehetett, hogy ez tere lesz. Na, ez egy érdekes dolog, ugyanis a románok így piknikeznek. Ezért minket úgy megbüntetnének odahaza, hogy csak úgy füstölnénk, de itt ez szabad, hogy kijössz, kipakolsz, fekszel, és itt is sátrazol, itt alszol kint. Ez a Fekete-erdő túloldalán van, ez
létezett volna egy ilyen ötletem arra, hogy itt éjszakázzak. Mit azért úgy sokan vannak, szóval az ember biztonságban érzi magát. És ilyenből nagyon sok lesz majd, mondom főleg, amíg leérek az aranyos völgyére, akkor meg pláne. Meg kezdődik akkor az emelkedő, már mondjuk elkezdődött, 7 km van 290 szinttel hátra a Gerinc útig. Mindjárt kezdődik egy kis piros zónás rész, közben van egy visszafordító. Azért itt már hogy volt benne 100%, és itt most lesz is egy picit, de haladok, tehát csak 4 km van hátra. Fantasztikus. Tehát ezek meg zseniálisak, itt sütnek, főznek itt a folyóparton, sátorra a kocsival. Nagyon jó. Itt azért látszik itt a szerpentinezésben, hogy picit már azért meredekebb lesz a dolog. Nem sokára kérek a vörös zónás részből. Ez jelenti azt, hogy itt azért komolyabb emelkedők vannak. Hát ez most ilyen 7 és 9 között van néha, befigyel egy kis pici 10. És akkor nem sokára már lankásabb lesz, de szerintem fel is érek mindjárt a csúcsát. 115 méter szinten van hátra. Átléptem a 600 méteres tengerszint feletti magasságot, és 91 méter szinten van már hátra. Ilyenkor már az úgy szokott látszani az ég, az ember kinéz a fák között. Ez már úgy egész jó. Nagyon jó van a vezetésű az út. Nem véletlenül, hogy a motorosok szeretik ezt. Nem sok visszafordító van benne, viszont ilyen belátható kanyarokból meg rengeteg van. És mindjárt felérek az elágazáshoz, főút elágazásához, és a DN1H útra fogok balra kanyarodni, ez a Gerinc út. Ha jobbra mennék, arra is mentem már egyszer, akkor az ember begurul élesnek. Annó itt piknikeztem, hát nem lett nagyon kialakítva. És ez viszont egy nagyobb főút lesz. Ez megy Zalaúnak, az a Zilaknak, ami még 68 kilométer, ez lesz majd a holnapi célom. És akkor ott is mutatja, hogy élesd 11 kilométer. És akkor mutatom az utat, hogy ebben már itt így kell gondolkodni végig a mai nap további részébe. Ez egy ilyen főút, és ha most azt mondanám, hogy ez Ausztria, úgyhogy ezeket a román táblákat nem látjátok, akkor simán elhiszed, mert olyan minőségű. 570 méteren van a hágóig, illetve hát a tetejéig, 17 méter szinttel. Úgyhogy mindjárt felérek. Ez zseniális. Egyszerűen olyan jó minőségű, hogy öröm rajta menni. Elértem a 700 méteres tengerszint feletti magasságot, és ott van a sárga fekete csík, az van a lejtő, az utolsó centiméterig kitartóan emelkedik, 83,38 km-nél járok. Átértem Szilágy megyébe. Most amit elvesztettem szintet, azt visszamászom megint. Gurultam vagy 40 méter szintet, és kb. Ugyanennyit kell visszakapaszkodni. Újabb emelkerül teljesítve. Elvileg itt a kanyar után már lejtenie kell.
szinte mindig 5%-on dolgozik. És már az előbb volt a fák között egy pici kilátás, és az most ez nem jó jelző, mert brutál kilátás van. 719 méteren vagyok. Meg fogok állni, hogyha lesz, talán itt mindjárt. Aha, nézzétek csak, picit, hoppá. Ugye, szerintem ez látszik a tévéből is. Hát bizony ez a holnap utáni program, vagy a holnap ide, inkább a holnap utáni. Felértem sokat gyára a csúcsra, még volt visszagurulás, de azt hiszem, hogy ez már innen az utolsó mászás volt, és innen teljesen kinyílik a völgy. Meg is állok fotózni. Fantasztikus. Volt egy 100 méternyi visszaereszkedésem, most újra kapaszkodom kifelé. Megálltam mutatni nektek egy kis kilátást. Már mindig mire bekapcsol, mindig van valami bokor. Hát felértem a sokadik domnak a tetejére. Az előbb láthattátok, akartam egy út gurulni, erre a traktort utolérte itt mindenki. A románok beelőznek, aztán benyomja a satúféket a traktor után, én simán meg tudtam volna előzni, úgyhogy elcseszték a lejtőmet, amit már 2 órája várok. Na mindegy, hát hamarosan megérkezem az Istvánhoz. Legurultam 350 méterre, de még mindig van kilátás. Szóval az igaz ilyen középhegységes hangulatot felváltja most már egy ilyen dombvidéki hangulat. Igazi jó nyári idő van. Mutatom már balra is, mindig csak jobbra mutatom. Hát onnan jöttem ki a hegyek mögül. 11 kilométer múlva beérek Szilágynagyfaluba. Van most egy ilyen enyhébb visszaereszkedés. Ez egy gyönyörű szép kilátással. Tehenekkel, még az előbb gólya is volt. Szépen 1-2%-kal ereszkedik az út. Ott bal oldalt az a Magura hegység, az egy picivel több mint 1000 méter. Ez a részhegységnek a legmagasabb része, de magát a részhegységet szépen lassan el fogom hagyni. És következnek majd a kalotai havasok. Épül az autópálya Romániába. Itt ez lesz, itt ahol pont a korlát mögött lent. És ki volt téve, ott már a behajtani tilos táblák ki vannak rakva. Figyelj, kerékpár, azt értjük, figyelj, lovas kocsi. Aztán volt valami olyasmi, hogy valami talicskát tolt az ember. És volt valami, amit nem igazán tudtam értelmezni. Nem semmi. Nos, 7:30 van, és én ide bekvártéoztam magam az Istvánékhoz. Ott van fent a szobám, most elmegyünk egy forráshoz vízért, meg visszakocsikázunk oda fel a dombra, ahol jöttem azokon a részeken, mutat egy-két érdekességet. Hát eddig annyi mindent mesélt már, hogy amit én a mai nap mondtam nektek, az a negyede sincs. Egyik szára. Másik szára. Ja, várjál. Igen. Új, de Péter, megírod a napot? Szia. Nagyon. Hogy ütöttük be? Olyan ér a Péter. Imádom a napot. Rák kezemben. Tisztelen. Így. Na menj, ugye. Megyek utánad. Ja. Itt vagyok. Hogy mutassam be a kedves nézőknek, ja. Istvánt, aki nagyon nagy lelkűen vendégül lát ma estére. Minden kerékpáros a barátom, sőt testvér. Így van, és most visszamegyünk. Hova megyünk vissza? A részhegységre fel. Visszamegyünk a részhegységre. Onnan lejött. Igen, ahonnan végig jöttem most itt a délután folyamán. Egyébként hát 7:30 már elmúlt, úgyhogy jól elbeszélgettük itt az időt. Mert hogy te foglalkozás az konkrétan operatőr, meg igen, fotós, igen, és te szoktál készíteni nem ilyen amatőr filmeket, amit most ti néztek, hanem profi ligába, de szó szerint
a Duna TV-nek, meg a hazajáróknak, ugye? Segítettem mindig bedolgozni. Az igen. És mutat a cuccait, nagyon komoly cuccai vannak, tehát amit én itt fogok a kezembe, az ilyen kis gyerekjáték. Nem igaz, mert nekem is van képest. Ilyen de jól szeretjük a GoPro 7-est, úgyhogy... A GoPro maradunk. Úgyhogy most megyünk egy-két helyet, felfedezünk még itt. Na ezt nagyon jó volt megmászni idefele, ezt imádtam. Ezt imádtam. Én most az elektromos biciklit kipróbáltam, játékosra jöttem vele fel. Sose jöttem még ilyen könnyen. Olyan 25-tel jöttem fel. Én 9-tel jöttem föl, és 10% a belseje. A biztos van benne. Ez nagyon brutális. Ez még nem is annyira brutális. Vannak itt sokkal brutálisabbak is ezen a részegységen. Ez még csak egy detrei község különben. Viszont, igen, de hogy viszont ami nagyon durva, hogy nagyon jó az út. Tehát ilyen jó, tiszta osztrák minőségűek az aszfaltok itt, abszolút. De ez még semmi? A mellékút még jobb. Igen? Megmondom mindjárt, amikor jövünk visszafelé. A mellékútak még jobbak. Elárulom az igazságot is most már. Az a különbség Románia, hogy, vagyis nem hogy Románia, hanem Erdélyről van szó. Erdély Magyarország volt, igaz? És mivel, hogy lelopták, vagy elvették tőlünk a magyar sávunktól ezt a drága kincset, itt vannak a hegyek, a sziklák, a kövek, a szurok. Tehát minden, ami kell jóformán, az építkezés az abszolút itt megtalálható. És ezért vannak ilyen jó utak, mert van miből megcsinálni. De hortobágyi homokból szerintem abban nem tudunk sok mindent csinálni. A Sárgaföldből szintén, akárhogy nyugaton is, ha nézzük, Sárgaföld van, Vas megyébe is. Hát abban nem nagyon tudunk építkezni, esetleg a Kőszegi hegyből. Van egy esély, viszont a vadkempinget ki kell használni mindig. Igen. Mert az még mindig ingyen van. Az még mindig ingyen. Nehogy már, sőt, mutatok nektek egy nagyon jó helyet, mikor jövünk visszafelé, most megyünk tankolni vizet egy forrástól. Krisztián elment attól a forrástól, körülbelül olyan 1,2 kilométerre mentél el tőle a forrástól. Elmentél mellett a kerékpárral, de viszont egy mellékúton fogunk bemenni, és nagyon magán ez a mellékút. Két úton sem találkozunk. A motorosok, na itt versenyeztek a motorosok. Igen. Elárulom őszintén, ez az út ez ilyen halálútnak lehet nevezni, mert a motorosok 300-ra eresztik itt rendesen. Repesztenek. Volt is olyan baleset, hogy széthullottak. Egyiknek a feje erő volt, a lába túl volt, így szétrepültek teljesen. Hát neki csapottak ennek a korlátnak. Széttépte őket. Veszélyes. Na, megérkeztünk a forráshoz, közben végignéztük itt telkenként. Azt mondta is, már van kutya, de ne izguljak miattam. Ma ki fog szaladni. Na, meglátjuk. Azt mondta, hogy őt nem bántják a kutyák. Hát... Tehát most jól az Isten háta mögé eljöttünk. Szóval megy is ugatás, már nem is kicsi. Ha ugatnak már. Nem baj, nem kell fényződni. Nem bántanak új. Ezek olyan hamis kutyák. De ne engedd a szem előtt, és mindig a szem előtt tartsd. A lényeg, hogy szemkontaktusod legyen rajta. Ha nincs rajta a kontaktusod, akkor elveszíted. De nekem ugrik, akkor mit csináljak? Nem, neked. Ha ránézel, akkor félt. Visszahúzódik. Igen. Igen. De ne félj tőle. Jó. Mert látja a kutyát. Nem hoztam a izét, a riasztót, nem, nézd meg. Gyere, meg kell riasztót. Na jó. Ne félj tőle. Gyere. Ja, van itt nem sör, azért van ez a kicsit, ha? Nem, vagy meg kérdezni meg itt tőle. Köszönöm, okay. Bocsánat. Megyek veled, várjál. Itt ne hagyjál. Itt ne hagyjál azzal a két kutyával, te. Nem kettő van, négy, öt. Ja? Ezzel most megnyugtattál. Ezek még velem akarnak kibékülni. Ja, ott a többi. Rezuá! Dobíde! Pojďem na opikáte! Půjdeme spolu! Ne fíj! Ne fíj! Itt jön a kutya. Igen, nekem az átlom. Muszi, most vissza, menj vissza. Ne fíj, ne fíj, ne bátor. Szemben el rajta, hogy az egész. Nem kell félni tőlük. Ez a finom gyümölcs, nézed a bőrönyt, nem baszik. Eher. Tudod, milyen finom ez? Egészséget. Megy át Szilágy Samuelra.
Hova megyünk most? A pincéhez. Megyünk a pincéhez. Szilágy Nagyfalunak a pince sora. Szilágy Nagyfalú pince sora, este 9 órakor. Nem lesz ennek jó vége. Dehogy nem. A bikinit meghívjuk, kivisz majd haza. Az én tudjátok azt. Ja. Azért van lehető. Dina tudja, hogy kell. Van lehető, itt lehet biciklizni itt is fölfele. Persze, így szoktam előtt bejönni, hogy milyen szerpentin van itt lentről. Kell menjem. Azt a mindenit. Van is szoktam bejönni, de nem annyira. Ez is jó táborhely, tessék. Ezek itt jó táborhely. Ne ide táborozni, ez nem az én helyem. Én az én táborom helyemben táborolt, még jobb lesz. Ez meg honnan jött elég basszus. Ott telefonált. Szarházak, ide feljöttek a románságok. Bocsánat. Csukon. Ezért adom is én a pincét, de ide kötődött a románság. Volt, amit először fel. Akkor ez csak pince sor, meg ez az alagút volt meg. Aha. Itt egyszerűen nem volt semki, nem volt, senkinek nem volt elfoglalva ez a hely, hanem a török háború idő után maradtak ezek a lyukak meg. De ez egy alagút volt, a többi az ilyen egy-két szobás kis pincé. Csak ez olyasmi, mint Noszvajnál ezek a barlanglakások? Igen, ez alagút, kimondottan ez egy alagút volt, ez körülbelül 400 méter vagy 350 méter hosszú volt, és túl a hegynek a túlsodalán kiment. Aha. De beszakadt meg, azt nézem, miket csináltak, tüzet meg szemetet ide hordanak be. De még lehet menni, most is 150 métert még be lehet menni. Mm. Aztán utána torkolik össze, mert leszakadt a föld. Majdnem 3:40-kor kocintunk itt Csikisőrrel. Egészség. Egészség. Sok jó túrázást is. Köszönöm. A viszontlátásra, mi hamarig lássuk. A nézők nem tudják, a kutya megharapta a lökhárítót. Leszett az autónak. Leszett a lökhárítót a kutya. Dög. Egészség. Jó foga van. Jó foga van. Csinál felfájást. Sok hülyeséget, instant nyelvlecke. Mi permite să stau acolo până dimineață. De akkor ez így jó. 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 Mert de én bementem. Még verziósabban megoldani. Tényleg? Nuva Super, ez nem haragszik. Aha, tehát annyira kedvesen szeretném, hogy ne tudjon ezt, nemet mondani. Tehát, hogy ez a lényeg. Ezt úgy mondanám, Nuva Super, az una dimineața permitemulog de cort. Tehát így jön a helyesebben. Vagy lehet többféleképpen mondani. Mă las și să călc în siguranță până dimineață. Tiuhu, mit fordult ez? Tudod, mit mondta? Hogy megengedi, hogy lépek ide biztonságban reggeli. Nem igaz. Így leírod nekem? Le tudod nekem írni? Elmentem. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végignézte ezt a legelső részt, és arra kérlek benneteket. Mindig úgy szokott lenni, hogy az első részt nézzük meg a legtöbben, de igazából az csak egy ilyen felvezető etap, tehát az igazi jó részek majd csak ezután fognak még következni. De nagyon szépen köszönöm, aki végignézte ezt a mai napot, 110 kilométerre sikerült, 1010 méter szinttel. Istvánnal mi, ahogy láttátok, bebarangoltuk az egész környéket, és másnap reggel jelentkezem, mert tegnap este meg már lefeküdtünk aludni. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok! Ha tetszett a műsor, a film alatti szuperköszönet gombon keresztül meghívhatsz egy kávéra, vagy egy fagylaltra. Ha pedig a csatorna tagságot választod, hamarabb és reklámmentesen érheted el a tartalmaimat. Most pedig nézzük, mi várható a következő részben. Hajtottam maximálisan be. Várjál, most itt van, ő egy e-bike, ugye így mondják e-bike. Így van. De most itt van ez a műszerfal rajta, meg van egy plusz-minusz. Mit kell rajta csinálni? Az nem kell foglalkozni, hanem itt kell váltsák, pont a Montini. Astrorovac következik. Igen, el kell mesélni egy olyan történetet, hogy Romániában két étel van, ami a lista első helyén van. Tehát az egy lista, tehát országos lista első helyén van. Az egyik a Flecken, a másik a Mincs. Megtaláltam a futballpályát, de előtte bejöjjünk a temetőbe. Méghozzá nem másért, mint vízért. Tehát nyugodtan nem emeled az ülék, nem a magasabban beállítva, nem szeretem a magas ülék. Na életem első, ja és ez hátrafele nem racsnis? Ja de, aha csak olyan fúj, aha. Wow. Jesszus Mária. Azt a minden, mint olyan lejtőn megindulna. Azt a, wow. Majdnem megfordulunk. Azt a minden itt, de durva. Ez kegyetlen. Ez kegyetlen. Azt a mindenit. Na, mit kell hajtsa?
Alig kell hajtani azt a mindenit. 26-tal megy, 28-ra van bekalibrálva a gyerekeket. Ez bor, ez kegyetlen. Azt a mindenit. Van rajta több fokozat, egyébként most az István ilyen sportra állította be. Figyelj, 25-tel megyek gyerekek, de mintha lejtőn lefelé gurulna a dolog. Figyelj, csinálunk egy gyorsulást. 3, 4, 5, 6, 6 másodperc alatt föl pattant 25-re, úgy, hogy alig értem hozzá. Viszont onnantól nem gyorsul tovább, mert idáig van leszabályozva. Nagyon brutális.